Sajtótájékoztató keretében számoltak be róla, hogy március 4-én 8 órakor nyitja meg kapuit a Bihar Termálliget gyógyászati részlege, amely a Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gróf Tisza István Campus külső telephelye lesz. Muraköz István polgármester hangsúlyozta, az 1997 óta gyógyvíz minősítéssel rendelkező Herpály Gyógyvíz, a kórház orvosai, egészségügyi szakszemélyzete, továbbá az európai színvonalú eszközpark garancia arra, hogy a helyi, valamint a bihari embereknek az egészséges életét szolgálni, az egészségben eltöltött éveknek a számát pedig gyarapítani tudja a strand és termálfürdő gyógyászati egysége. A tavaly június 1-én átadott Bihar Termálliget gyógyfürdőnek, az gyógyászati részének a megnyitása előtt vagyunk, amely gyakorlatilag a finiséhez érkezett. Tavaly júniusban sikerült átadni a Bihar Termálligetnek a egyéb egységeit, és azt követően szükség volt még ugye a pályázatnak a lezárására, illetve mivel tavaly július 1-től a Gróf Tisza István Kórház, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gróf Tisza István kampuszaként működik tovább, az engedélyeztetési eljárásokat, illetve azokat a szükséges szerződések aláírását már az új fenntartóval, az új tulajdonossal, a Debreceni Egyetemmel kellett megkötni. Eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy valamennyi akadály elhárult az elől, hogy elinduljon a gyógyászati rész. Ehhez szükség volt, hogy a Berettyóújfalu város önkormányzata, illetve a Herpály Vagyonkezelő Kft. Között egy vagyonkezelői szerződés jön létre, illetve ez a vagyonkezelő, a Herpály Vagyonkezelő Kft., illetve a Debreceni Egyetem között ennek a gyógyászati rész használatára vonatkozó bérleti szerződés megkötésre kerüljön. Egy picit emlékeztessük valamennyiünket. 2018-ba járunk, amikor az első 1 milliárdos kormányhatározat született, amely ennek a Bihar Termálligetnek a fejlesztését célozta. Ahhoz képest elmondhatjuk, hogy több mint 3,5 milliárd forint értékű összberuházással sikerült mindezt megvalósítanunk, amelyhez a magyar állam közel 3 milliárd forintos támogatást nyújtott. Ezt egészítette ki egy interreges pályázat, amely közel 1 millió euróval, 350 millió forinttal az itteni gyógyászati résznek az egészségügyi eszközeinek a beszerzését támogatta, illetve több mint 200 millió forint önkormányzati önerővel valósulhatott meg ez a beruházás. A gyógykezeléseket hétköznaponként 8 és 15 óra között vehetik majd igénybe a jogosultak. Minden biztosított és egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosult magánszemély igénybe veheti ezt. A naptár éven belül 2 alkalommal ingyenes a komplex gyógyszolgáltatásoknak a igénybevétele. Hogy lehet igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat? Vagy a kórháznak a járóbeteg szakrendeléseiben, vagy pedig itt, a helyszínen minden hétköznap 9 és 11 óra között a szakorvosok írják ki a kezeléseket. Több kezelést is igénybe lehet venni, max. 15 alkalmas kezelések igénybevételére van lehetőség. Berettyóújfalu város önkormányzata a most elfogadandó és már benyújtott költségvetési rendeletében jelentős támogatást kíván nyújtani az itt élőknek a fürdőnek az igénybevételére. A szociális rendeletünk módosításával, a már beterjesztett módosítással új lehetőségeket szeretnénk biztosítani. Egyrészt a Berettyóújfaluban élő és 65 év fölötti személyek részére mindenkinek a Berettyókártyájára 10 alkalmas fürdőbelépőnek az árát utaljuk át a Berettyókártyára, amit a naptár évben lehet felhasználni, illetve gondoltunk a gyermeket nevelő szülőkre is. Ez azt jelenti, hogy minden 16 évet be nem töltött gyermeket nevelő szülők részére gyermekenként 10 000 forintnak az utalását biztosítjuk a Berettyókártyára, amelyet szintén naptári éven belül lehet felhasználni a fürdőben. Ezzel is szeretnénk minél nagyobb forgalmat generálni a fürdőnek, és biztatunk mindenkit, hogy használja ki ezt a soha visszanemtérő lehetőséget. Reméljük, hogy ezzel is hozzá fogunk járulni. Egyrészt a fürdőnek a stabil és fenntartható működéséhez, ugyanakkor a helyben élők és a Biharban élőknek jelentősen hozzá tudunk járulni az egészséges életükhöz. Zambori Péter Kelet-Magyarország legmodernebb létesítményének nevezte a Bihar Termálliget gyógyászati részlegét. Azok az eszközök, azok a gépek, amelyek most nem is olyan régen megérkeztek ide, azok tényleg a csúcs technológiát képviselik a gyógyászatban, és az, hogy egy kórházi háttér áll egy kisvárosi fürdő mögött, az szintén nagyon-nagyon ritka. Tehát nagyon sok fürdő, gyógyfürdő található Magyarországon, de nagyon ritka az, ahol egy tényleg európai szinten is elismert egyetemi szaktudás, tudományos háttér áll emögött. Itt, hogyha tovább gondoljuk a dolgokat, akkor akár az egyetemmel közös kutatásokban is részt tudunk majd venni a fürdővel, ez valahol célunk is lesz, és ugye a fürdő, illetve a gyógyászati rész az elsősorban a berettyóújfaluiaknak, illetve a környékbelieknek épült, de a határ túloldaláról már nagyon sokan érdeklődnek az iránt, hogy hogyan lehet esetleg majd igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. A NEAK által 11 gyógyászati kezelést finanszíroznak a rendelet alapján, ebből 10-et itt majd igénybe lehet venni. A 11. az a mofetta, ami ugye Bátorderecskén, illetve Parádon vehető csak igénybe az országba, természetes gyógytényező alapján. És ez azért is nagy szó, mert ugye eddig a berettyóújfalui embereknek Debrecenbe, Hajdúszoboszlóra, vagy akár Püspökladányba kellett azért elutazni, hogy megfelelő színvonalú kezeléseket vegyenek igénybe. Mind olyan kezelések, amelyek a leginkább ugye a gyógyvíz az a mozgásszervi degeneratív betegségeknek a gyógyítására, illetve nőgyógyászati problémákra szokták, esetleg bőr problémákra felírni az orvosok. A Herpály Vagyonkezelő Kft. Ügyvezetője gondolatait azzal zárta, egészségturizmusban gondolkodnak a városvezetéssel, aminek a strand és termálfürdő fejlesztése mellett a tervek szerint része egy kemping és egy szálloda kialakítása is, így még többen megismerhetik Berettyóújfalut és ellátogathatnak a Hajdú-Bihar vármegyei településre a jövőben.